Köszöntöm az eBugatta nézőit! A Puli, Pumi és Mudi kutyafajták szerelmesei gyűltek össze egy csodálatos hétvégén, gyönyörű környezetben. Mi sem maradhatunk ki ebből, hiszen a magyar kutyafajták megszállottjai vagyunk. Műsorunkban, mint észrevehették, nagy figyelmet szentelünk a magyar kutyafajtáknak. Nincs ez másképp a közelmúltban megrendezett Puli, Pumi és Mudi klubkiállításokkal kapcsolatban sem. Ahogy a csodálatos kutyák, így stábunk is jelen volt a Tápiószentmártoni Kincsem Lovas Parkban megrendezett eseményen, ahol először a rendezvény egyik szervezőjével beszélgettünk. A Pumi Klub részéről egy kétnapos kiállítás zajlik, ennek a második napja ma van, és az zárása a Puli Klub speciál kiállítását láthatjuk, és a Mudi Klubnak pedig szintén az éves klub kiállítása van a mai napon. Tulajdonképpen el lehet mondani, hogy ezer szállal a magyarsághoz kötődő maga a helyszín is, hiszen ez Attila domb, ez egy nemzeti emlékhely is, és a vezetőség, a tulajdonos, a partner abban, hogy minden olyan megmozdulás segít, ami a hagyományőrzés témakörébe tartozik, és úgy gondoltuk, hogy egy tökéletes találkozásra ez a körülményeknek, hiszen egy ilyen helyen a magyar pásztorkutyákat bemutatni, az mindenféleképpen egy nem szerencsés választás. A divat sok esetben elnyomja az igazi értékeket, és tapasztalhatjuk azt, hogy egyszerű hóbortból választanak sokan kutyát azért, mert az interneten látták, vagy egy sztárnak a kezében, mondjuk egy filmben, és ezért is szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy a mi fajtáink azok ugyanolyan értékesek, és mindenféle tekintetben helyt állnak a világban, mint az összes többi. Haladjunk akkor most szépen sorban a ringek mellett, és ismerkedjünk meg a három klub elnökével, akiket arra kértünk, beszéljenek egy kicsit a rendezvényről, és pár szóban a gondozásukban álló fajtáról. Hungária Puli Klubnak vagyok az elnöke, és a mai speciál szac kiállításunkat itt rendezzük ezen a csodálatos Tápiószentmártoni környezetben. Nagyon ideális helyszínt találtunk ehhez a speciál szac kiállításunkhoz. A nemrég elhunyt dr. Bordács Imre bácsi emlékére rendezzük. A mai napra 29 puli nevezés érkezett. Nem vagyok túlságosan elégedett ezzel a nevezési számmal. Sajnos ezt be kell tudnunk, ez van. A bírálatokat Kóros András úr végzi, a MEOE elnöke, megtisztelt bennünket, hogy szabad idejében ezt el tudtam ma vállalni nekünk. Nagyon fontos a kiállítás, hiszen itt egymástól tanulunk, jó baráti kapcsolatok alakulnak. Itt mindenkinek ajánlom, ha puliba gondolkodik, csak törzskönyves puliba gondolkodjon, keresse a tenyésztőket. A puli, én úgy érzem, nem megbántva más fajtát, de egy rendkívül temperamentumos, vidám, kedves, egy igazi családtag, egy igazi társ, jó házőrző. Szóval pulival, egy szóval mindent megtalálunk, ami fontos lehet az embernek. Tudni kell, hogy a MEOE Hungária Pumi Klub az hagyományosan most már két nap rendezi a klub kiállítását, ami annyit jelent, hogy az első napon is rendezünk egy szac kiállítást, illetőleg a második nap is egy teljes értékű szac kiállítást két különböző bíróval. Majd, amikor ez lezajlik, a második nap délutánján egy harmadik bíró bevonásával a két nap osztálygyőztesei közül választjuk ki a klubgyőzteseket. Lévén, hogy klubgyőztes címet egy évben csak egyszer adhatunk ki. A tegnapi napon dr. Hargitai Gábor, a MEOE országos elnökségének egyik tagja, nemzetközi különbírónk, a mai napon Kóros Gábor úr, nemzetközi különbíró, és a harmadik bíró, aki a legrangosabb címeket ki fogja választani, a klubgyőztes címeket, az pedig a Magyar Reptenyésztők Országos Egyesületének elnöke, nemzetközi különbírónk, Kóros András úr lesz. A Pumi jelenleg körülbelül egy olyan 200-250 fős éves szaporulattal
számítódik, amit egy kicsit még növelni kellene. Pontosan annak érdekében, hogy a fajta biztos lábakon álljon, és sokáig fennmaradhasson. Ehhez szeretnénk elérni ezt a 300-350 közötti egyedet, aki egy évben meglátja a napvilágot, hogy tényleg stabil lábakra helyezhessük a pumit. És tudni kell a pumiról, hogy egy nagyon szerethető kis jószág, embercentrikus, és nem csak a kiállításokon tud jól szerepelni, hanem a mai divatos kutya sportokban is, úgy mint a flyball, az agility, a frisbee tökéletesen helytáll, és még őrzi azokat ősi tulajdonságokat is, ami annyit jelent, hogy a terelési ösztön benne van, éppen ezért számukra még rendezünk terelő versenyeket is. Tehát egy annyira több lábon álló kutya, és akár udvaron, akár lakásban mindenütt megvan, feltéve, hogy a gazdája közvetlen vagy közelébe lehet, és szeretheti őt. A MEOE Magyar Mudi Klubjának a klub kiállításán vagyunk. Elég szép nevezési létszámunk volt, 34 mudit neveztek be. Ez a mai viszonylatok és nevezési díjak mellett ez egy igen szép eredménynek mondható. Aránylag változatos, jó összetételű a felvonultatott állomány. Dr. Kovács András küllembíró, aki a bírálatokat végzi, ő nagyon régóta egy abszolút mondhatjuk mudi specialista különbírónk, aki nagyon-nagyon sok munkájával segíti a klub előrehaladását, szakmai munkáját. Mudit az emberek több okból választanak, alapvetően elmondhatjuk, hogy egy nagyon-nagyon természetes és egy nagyon-nagyon jó munkakészségű, nagyon hűséges eleven kutyafajtát választ, aki ezt választja. Akár családi kutyaként egy nagyon-nagyon sokoldalú, szórakoztató és megbízható családtag, akár sportmunka célra egy kiváló munkakutyát tiszteletünk benne, illetve hál' Istennek napjainkból újra dívik az a szokás, hogy pásztorok vesznek mudikat magukhoz. Városi kutyaként tökéletesen egy jó viselkedésű, kiegyensúlyozott mudi tökéletesen megfelel, tehát ők gyakorlatilag tökéletes városi kutyák megfelelő szocializációs foglalkozás mellett. Ez az utóbbiban inkább a hangsúly, ez az, ami hogyha hiányzik, akkor sajnos sok elrettentő példát tudunk látni, de azért hál' Istennek ez nem annyira jellemző, most már napjainkban egyre inkább a mudi tulajdonosok rájönnek, hogy ez a munka kutya, illetve ez a kutyafajta, ez munkát, foglalkozást igényel, ha ezt megadják, akkor tökéletes városi és sportkutyák lesznek. Klubelnököktől hallottuk, nagy megtiszteltetés számukra, hogy a MEO elnöke is megtisztelte ezt a magyar kutyafajtás rendezvényt. Miért tartja fontosnak, hogy jelenlétével is segítse a magyar kutyafajtásokat, és mit üzenne a nézőknek, hogy miért érdemes magyar kutyafajtát tartani? Én nekem meg nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen kis pásztorkutyás kiállításra, kis testű pásztorkutyás kiállításra nem csak fajtabíróként, hanem a Best in Show bírójaként is a klubelnökök úgy döntöttek, hogy engem fognak meghívni. Mindenféleképpen aktuális a magyar fajták, ezen belül a magyar pásztorkutyák minden jellegű segítése, életben tartása. Tudnélik, nem titok, a populációs létszám az elmúlt 2-3 évben drasztikusan csökkent. Nagyon kevés az igény a fajtatiszta és FCI pedigrével ellátott kutyára. Ezt szeretné a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete megfordítani. 90%-ban úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Január 1-től ezen fajták, illetve minden magyar fajta regisztrációját ingyenessé tettük. Már érződik a törzskönyvezésünkön az a pozitív változás, amit még csak mi belső dolgozók érzünk. Remélem, hogy a kedves kiállítók, a kiállítást rendezők, a küllembíróink ezt a jövő évben már érzékelni fogják a létszám növekedésével. Emellett demonstrálunk, emellett veszek részt, amint csak tudok, minden magyar fajtás rendezvényen, és bízom benne, hogy egy-két év alatt ezekkel a magyar fajtáinkat segítő elképzelésekkel ismételten olyan létszámot tudunk produkálni, ami az egyébként világszínvonalon lévő magyar állományt újra visszaemeli létszámában is az őt megillető helyre. Azt mondják, a jó házigazda a végére tartogatja a legjobb bort. Mi is így teszünk, és megmutatjuk a kiállítás legszebb kutyáit.